Üdvözöllek! Úgy gondolom, hogy a nagy többség nem különösebben szeret hosszú szövegeket begépelni, azok meg főleg nem, akik esetleg nem is tudnak gyorsabban gépelni. Szerencsére ehhez van némi segítség, amelyet a Google biztosít a számunkra. Egy korábbi videóban egyébként megnéztünk már egy olyan lehetőséget, amellyel a beszédet lehetett automatikusan szövegé alakítani. Tulajdonképpen itt is erről lenne szó, csak itt már a lehetőségeink azok kiegészültek. Ahhoz, hogy ezt használni tudjuk, meg kéne nyitni ezt a címet, ez a dax.google.com, és hát itt vagyok én most, dokumentumok. Persze ehhez regisztrálni is kell, hogyha még nem regisztráltál, de ezt majd úgyis látni fogod. Nekem most itt a dokumentumok vannak, szöveges dokumentumok, de ha ide kattintunk, akkor egyébként táblázatok meg diák is vannak itt. De mivel gépelésről van szó, nekünk nyilván egy szöveges dokumentum kellene. Előjáróban annyit, hogy ehhez Chrome szükséges, Google Chrome, tehát más böngészővel nem fog ez működni. Persze annak semmiféle akadálya nincsen, hogy egyébként egy másik böngészőt használj, de amikor szeretnéd ezt a szolgáltatást hasznosítani, akkor pedig a Chrome-ot használd. Szóval, nekünk létre kéne hozni egy új szöveges dokumentumot, ide kattintva. Meg is jelenik ez nekünk. Hát látható, hogy ez tulajdonképpen a Word, ez nagyon hasonló felület. Különösebben most ebben nem is merülünk bele, amit be kéne állítani, az az eszközök, hangvezérelt írást, azt ki kéne választani. És látható, hogy magyarra van jelenleg ez állítva, de itt egyébként választhatóak egyéb nyelvek is. Nyilván most nekem a magyar lenne az érdekes. A beszédhez kattintson, hát kattintsunk. Mondok akkor valamit, és elkezdi beírni nekünk. Néha eltéveszt egy-egy szót, de egyébként egész jól felismeri. Fontos, hogy érthetően, és ne túlságosan gyorsan beszéljünk. Itt megint tévesztett egy picit, de viszonylag jól felismeri az egyes szavakat. Hát ez így működne, lehet próbálgatni, hogy hogyan célszerű beszélni, hogy minél jobban felismerje az egyes szavakat. Hát igen, itt már látható, ahogy gyorsabban beszéltem, romlott a felismerés minősége, de még így is viszonylag elfogadható, úgy gondolom. És azért itt már elég gyorsan beszélek, ám ennek ellenére azért jól felismerte. Ha végeztünk a diktálással, akkor ide kell megint kattintani. Viszont ez ennél is többet tud, de ezt magyar nyelven nem tudja, csak angol nyelven, meg talán még néhány nyelven, de angolul biztosan. Ezért most a teljes felhasználói fiókomat, Google fiókomat átállítom angol nyelvűre, meg itt is majd át kell állítani. Ezt itt van, ez a saját fiók, látható, ezen a címen érhető el, és itt van a nyelv és beviteli eszközök. Látható itt van, hogy nyelv magyar, ezt állítsuk át. Hozzá is lehet egyébként adni, de most ezt átállítom angolra, English, és akkor oké. Okay. Jó, ez akkor át is állt. Itt akkor ezt meg kéne nyitni újra, vagy egy F-öt, vagy valami. Jó, ez is átállt, és akkor a Tools Voice Typing. Egyébként nyilván ez majd valószínűleg idővel elérhető lesz persze magyar nyelven is, de amit most megnézzünk, az most jelent meg a Google Docs-ban, ezért nyilván még csak az angol elérhető, de később majd biztos magyar nyelven is elérhető lesz. Itt is állítsuk át akkor ezt angolra, mondjuk legyen a United States angol, és látható, hogy itt rögtön kapjuk is a tippet, hogy már nem csak diktálhatunk, hanem egyéb utasításokat is megadhatunk. Try it, és akkor Tools megint Voice Typing, és akkor vannak ilyen különféle utasítások, például a Select All. Próbáljuk ki, elindítom. Select All. Látható, hogy már is kijelölésre került. És itt kaptunk egy tippet, New Line, azzal egy új sort tudunk létrehozni. Próbáljuk ki. Deselect. Ezzel megszűnt a kijelölés. New line. New line. És már is két üres sort létrehoztunk. Hát jó, persze most ennek itt sok értelme nincsen, mert valójában az Enter megnyomása az lényegesen gyorsabb lenne, de aki akadályozott a gépelésben, annak úgy gondolom ez mindenképpen nagy segítség lesz majd. Select all. Bold. És látható, hogy már is
félkövérré változtatta. Meg hát vannak mindenféle parancsok, de most ebben nem nagyon mennék bele, hiszen túl sok értelme nincsen, mert csak az angollal használható. Viszont, ha átállítjuk angolra, akkor csak angolul tudunk diktálni is. Tehát ilyen szempontból még nem használható. De, mint látható, ez egészen hasznos lesz, akkor, hogyha ez elkészül, majd magyar nyelven is.